A kommunikáció, a navigáció, a meteorológia, a földmegfigyelés elképzelhetetlen űrtevékenység nélkül. Egy forradalmi pont felé közeledik az űrtevékenység. Úgy kell elképzelnünk, hogy a magyar tudomány olyan erős ilyen szempontból, hogy kapunk munkaidőt. Tehát egy amerikai műhold, vagy éppenséggel egy űreszköz, azt megkapjuk a kódokat, és a magyar tudós odafordítja, és azt érzékel, vagy észlel vele, amit ő szeretne, mert az ő véleménye szerint ez a fontos, és akkor munkaidőt kapunk egy ilyen nemzetközi megfigyelő eszközzel. Magyarországnak szerepe van a globális űrkutatási projektben. Mindezt egy 10 milliós ország is képes befolyásolni, segíteni. Hazánknak már 75 éves múltja van a nemzetközi űrkutatásban. A magyarok világviszonylatban is elismertek ebben a tudományákban. Mi magyarok építettük meg az űr, a, Deep Impact üstökös kutatásnál azt a Filé nevű horgot, amelyel el tudtuk csípni az üstököst, amelyből mintát tudtunk gyűjteni. Tehát egy száguldó üstökös, ami másodpercenként 50 kilométerrel halad, arra kikötött ugye egy, egy űregység, egy szonda, és magyar eszközök segítségével tudták. De már a korábbiakban, amikor a héliét volt 85-ben, már akkor is magyar fotókamera platformok segítségével lehetett jó felvételeket készíteni. Pécsen a planetáriumban is arra törekednek, minél több ismeretet gyűjtsenek az ide látogató turisták, szünidejüket töltő diákok. Az űrkutatás fejlődésének fontosságát hangsúlyozza az a kiállítás is, amely az űrről szól, és a Zsolnai Kulturális Negyedben található Pécsi Galériában jelenleg is megtekinthető.